Na jó estét kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Elérkezett ez a pillanat is, hogy kicsit Silent Hill 2 remékezünk. Személy szerint én 10 éve várom egyébként, hogy valami hasonló kijöjjön, ha nem 20. Tehát ugye láttam remékeket korábban is, szóval beharangoztam, megmondtam, hogy korán lesz, úgyhogy én azt mondom, hogy fussunk is neki, nem fogom szaporítani a szót. Menet közben úgyis rájövünk, hogy mivel mit kell csinálni, és hogy a fenében működik az egész. Szóval akkor New Game természetesen. Kicsit átállítottam már a dolgokat, hogy itt ne kelljen szórakoznom. Annyi, hogy poén egyébként, hogy az előrendelőhöz jár egy ilyen extra dolog, hogy lehet maszkokat cserélgetni Jameson, gondolom az később kioldható. Én most nem fogok semmi ilyesmit csinálni, jó? Szóval azt mondja, hogy indítok egy New Game-et, standard módon, nem ismerem, megnézzük, mit tud, jó? Én mindenkinek jó szórakozást kívánok, szóval toljuk neki. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Azt akart, egy pillanatra föl se tűnt, hogy már én vagyok, basszus. Azt a rohadt élet. Nagyon jó. Jó, gondolom itt is minden ugyanaz. Igen, térkép megvan, köszönöm. Ja, hogy a D-padra lett pakolva, kiváló.
Jó, legalább ennyit tudunk, hogy a temető merre fele van. Mondom, megnézem gyorsan, hogy mi van még itt. Igen. Azért úgy látom, hogy eléggé hülyek maradtak ahhoz, hogy mi volt az eredetiben. Hoppá, hoppá, hoppá. Annyira fura, hogy... Igen, tehát nincsen töltőképernyő, tehát egy menet közben nem áll meg, eddig tök ugyanaz. Nyilván szebben néz ki, tehát nyilván ez egy egészen más kategória így. De igen, igen, ez... Ez gyönyörű, basszus. Ez gyönyörű. Azt a ebben volt meló a 100%, ebben volt meló dögében. Én performance módra tettem egyébként, hogy 60 FPS-ben legyen az egész, őszintén megmondom. Tekintve, hogy a mai világban valószínű úgyis telefonon vagy tévén nézitek, és mind a kettő gyönyörűen felskáláz mindent, annyira nagy különbség nincsen egyébként. Tehát minimális grafikai változások vannak, ahogy olvastam róla. Igazából gondolom, hogy ilyen ray tracing hasonlók van a quality módban, de... Ó, mentési pont. Jó. Nem fogom megnézni. De, megnézem, nézzük. Nézzük, hogy itt is van ilyen fejfájós valami, vagy nincs. Lépünk, oké. Okay. Ja, igen. Azt hittem, hogy csak szöveget fog mondani, mert ugye mindig mondták, hogy olyan, mintha bevonzana, hogy látom az egészet, hogy mit fog velem történni. Minden ilyen szarságot beszéltek folyamatosan. Na, mi van itt a... Ja, már is cutscene. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Már most nem tetszik. Angela nem mondta, hogy lost. Most hol a tökönbe vagyok? Jó felemegyek egyáltalán? Ott a templom van, szóval gondolom. Ja, jó felemegyek, oké. Meg lehet nézni egyébként a sírköveket? Vagy valami lehet olvasni bármit rajta? Vagy nem? Hát, úgy csinálta meg a Bluebird Team, hogy nem lehet. Jó, szóval hagyjuk. Ez van. Pedig annyira hozzáadott volna ez. Egy annyira kihagyhatatlan zicser. Miért van az, hogy rögtön az ajtót akartam nyitni, bakke, és vártam, hogy nem fogok tudni tovább menni. Na mindegy. Azért kicsit részletgazdagabb, mint az eredeti volt, maradjunk annyiban, jó? Tehát itt azért mindannyi fűfa, egyéb, nézelődni való... hagyok lábnyomokat?
Tapicsk, tapicsk, valami, nézzük. Nem látom, mert elmosta az eső. Bár úgy látom, hogy talán igen, nézzük, csak sár van valahol. Nem látom, nem látom. Csak igen. Remélem, valahol talán látszik, nem tudom. Apróság, de az ilyeneket szeretem. És igen, és hagyok, ott vannak a cipőtalpak, jó van, kiváló. Na, ez mi a... Silent Hill Ranch, vajon be tudok menni? Nem, nem bukó, oké, be van láncolva. Nem tudom, hogy később vissza lehet-e jönni ide, nem tudom, hogy mit változtattak, meg mit nem változtattak. Jelenleg ez olyan, mint hogyha... mint a stroke-ot kaptam volna, tehát hogy ismerős helyen sétálok, de fingom nincs, hogy mi van itt. Tehát ez a... valahonnan tudom. Jó, arra tudok menni? Kicsit átalakították, úgy látom. Nem? Bukó. Remélem nem olyan lesz basszus, hogy millió egy helyszín, és nem lehet meglátogatni közelebbről egyiket sem. Itt valami, nem? Fuck. Oké. Okay. Jó. Valahova csak elmehetünk már, vagy valami. Az is láncolva van, banyek. Jaj, nézzük tovább. Nézzük csak, hogy mi van még. Hogy... ajtó. Menjünk oda. Ja, hogy itt már kell valami item, banyek. Ja, ott egy ajtó. Ott egy ajtó, nézzünk be. Nem. Az mi? Ah, lehet olvasni. Lehet, vagy nem lehet? Lehet, oké. Okay. Azt mondja, hogy városba mentem, hogy megjavítassam az ablakot, a pót kulcs a fiókban. Oké. Okay. Köszi. Már meg is van. Ezt imádtam egyébként a régi ilyen túlélő horrorokban, hogy tényleg ez a mindenfélét lehetett olvasgatni. A Silent... Anyone in here? Oké. Okay. Biztos, hogy felvezetése van az egésznek, szóval még nem fog jönni itt semmi. Tudok? Nem, semmi az égvilágon. Hát grafikában kicsit más, mint a régi. Aha, hogy ezt lehet nézegetni, zoomolni, ja. Tényleg nagyon modernre vették egyébként, pedig én nagyon... Inventory, nézzük. Aha, hogy külön van a térkép, personal... Ja, tök jó, hogy itt lehet akkor olvasgatni igazából, lehet képet nézni... Tök jó. És akkor ott volt egy levél is, jól láttam. Ha? Elolvasni, azt mondja, hogy... In my restless dreams, I see the town, Silent Hill. Igen, tehát ezt ismerik, hogy nyughatatlan álmaimban azt a várost látom, Silent Hill-t. Megígérted, hogy elviszel oda valamikor, sosem tetted. Most egyedül vagyok ott, mi különleges helyünkön, várok rád. Mari. Ha, reteszes ajtó, tök szimpi. Most hol vagyok? Voltam, vagy nem? Ja igen, bocsánat, tájékozódó képességem az olyan, mint egy lemingnek, jó? Tehát egy... És akkor... Hogyan... Ó, ez szimpi, ez szimpi, ez szimpi, jó van. Ez egy tök jó megoldás egyébként, hogy... Ja. Hogy nem kell a menüben turkálnom, hogy mi a franc van, meg nem automatikusan csinál... Ó, ezt nagyon előre hozták. Ezt nagyon-nagyon előre hozták, nem baj, nézzünk be. Oké, legalább van humora a srácoknak, oké. Okay. Rendben van, Silent Hill tábla ott. Legalább van humora a srácoknak, de tényleg. Itt valami. Sok esetleg, nem tudom én. Mindent szeretek átnézni, mindent is. Szóval, ja. Ez mondjuk így. És el lehet látni a kukoricásig. Nagyon király. Nagyon király. Tudom én, de értitek, az ördög a részletekben lakik, már pedig itt részlet az van bőve. Csak... Ó. Hoppácska, hol van? Ment, mint a vízfolyás. Annyira imádom egyébként, hogy tényleg a Silent Hill 2-nek az elejét úgy találták ki, hogy az valami tárgy, vagy az is víz? Az is víz. A Silent Hill 2 elejét úgy találták ki, hogy
ne akarjál visszafordulni. Jó, tehát egy hosszú... Nem jutok át. Tehát, hogy hosszadalmas út a semmin keresztül, mire végre elérünk a városba, és onnantól kezdve pedig... Roadrunner, jó felé jövök. Onnantól kezdve pedig ugye beindulnak a dolgok szépen lassan, és nincsen szükség millió jumpscare-re, most le van zárva, tehát nincsen szükség millió jumpscare-re, meg egyéb ilyen olcsó bazári mutatványokra. Még egy kecit. Ja, hogy itt már én vagyok, oké, jó. Szóval akkor megvan a térképünk, akkor úgy látom, hogy kb. Minden ugyanaz, mint Ed. Szóval akkor gondolom ott van a virágbolt, és akkor ott fogok találni valami élet. Valamit. Map of Vessa, igen, tehát South Vale-nek a nyugati taláról most már akkor van egy képem is. Lezárva. Kocsiba semmi, lezárva. Remélem, hogy nem ilyen lesz az egész banyek, hogy minden is le van zárva, és tényleg csak terelget az egész, azért remélem, hogy nem egy olyan túlságosan lineáris. Itt nincs élettöltő. Itt sincs élettöltő. Ajtón be lehet menni? Kinyílt a világ, banyek! Azt a kurva! Azt a rohadt élet! Valami, az, legalább jelzi, hogy mi van, oké. Doksi, nézzük csak. Azt mondja, hogy Miss Cassandra, ma bejött egy vevő, rendelt egy vegyes csokrot, vörösből és fehérből. Próbáltam elmondani neki, hogy ez rossz szerencsét hoz, de nem tudott egy mellett dönteni. Egy kicsit fura volt, úgy nézett rám, mintha ott se lettem volna, aztán egyszerűen elment. Azt mondta, hogy később átveszi őket, csak szeretem volna, ha tudja, lehet, hogy addigra már nem leszek itt. Jó, apróságok igazából. Tehát amit elkezdtem mondani, hogy tényleg a régi túlélő horrorokban ezt a részét imádtam neki, hogy föl lehet szedni mindenféle doksikat, ami nem feltétlenül tartozik egyébként szervesen a dolgokhoz, csak ilyen kis plusz apróságok. Hú, ez a kamera az eléggé fura volt. Akkor az isteni lába vagyok? Ja, akkor itt balra, oké. Rendben van. Megpróbálok akkor mindent átnézni menet közben. Remélhetőleg sikerül is, és nem fogok semmiféle akadályba ütközni. Miért nem próbálok bemenni ezeken? Nem zárva. Van még ott. Semmi. Ott nincsen, nulla. Oké, belefutottunk az első zsákutcánkba, de ki az istennek van ennyi lepedője? Ezt mondja már el nekem valaki. Jó, oké, és akkor tova. Most, ha minden igaz, akkor az igen, Sander Street-en vagyok. Mindent el akarok kerülni, hogy még véletlenül se kelljen nekem bemenni oda a tökhöz. Azt mondja, hogy mi van még itt. Itt is lezárva, arról. Ez így nem lesz annyira fasza. González mexikói étterem. Oké. És be lehet menni? Nem. Ez szerint akkor jelzi, hogy zárva vagy nyitva van. Az ott micsoda? Az is zárva, ez is zárva, rácsózva egyéb, de legalább jelzi. Jó, most akkor... ja, az le van, oké. Terelget, banyek, terelget. Ott van a Texan Café. Hát tudok? Nem? Nem? Rácsozott. Relatíve intuitív egyébként, tehát tényleg... ez nyitva lesz. Nem, rács csak a tudom. Be tudok jönni a kávézóba, vagy nem? Panyak, itt is le van zárva minden. Nem hiszem el. Akkor itt. Jó, tök jó, hogy be tudok nézni, csak ott nem tudok bemenni. Ez így annyira nem fasza. Banyek, mi lesz itt?
Hey, wait. Oké, akkor viszont szerintem más választásom nem nagyon van, ha igaz. Ja, minden utca le van zárva, akkor csak arra tudunk menni. Jó, hát menjünk arra, akkor aztán meglátjuk, hogy mi van még itt. Az mi? Az mi? Aha, még több abból a cuccból. Jó, akkor nézzük, hogy hol lehet még itt mászkálni. Valami, bármi az égvilágon? Nem? Nem? Dobozok? Nem? Ja! Mi történt a várossal? Szóval tök fasza, akkor ez az utca is le van zárva, akkor... Hova megyek? Valamelyik épületbe. Tudom, rácsos... Az... El van barikádozva... Az... Azt hiszem megvan. Azt hiszem megvan. Mondom, én hallottam, hogy valakit fölborított valamit. De hol van? Ez érdekel nagyon. Semmi. Valahol errefele van akkor. Hallom a hangját. Hallom a hangját, banyag. Menjünk föl. Nem, mert doboz van, akkor... Ott van valahol valami, vagy... Hogy jutok át? Nem ajtó... Az ajtónak tűnik. És ajtó is, kiváló. Hello? Oké. Oké. Ott se. Semmi. Semmi, nem. Arra fele mi van? Csak ficak, téglák, elzárt ajt, francba. Mert egy talicskát nem lehet egyébként odébb tolni, jó, de tényleg. Hol a francban van ez a rohadék? Nem tudom. Az az egy biztos, hogy nem a kukákban, jó? Tehát ez az egy 100%-i. Nézzünk a te. Mondja, hogy fehérizés. Ja, ott van! Oké. Okay. Sehol semmi. Jó. Jó, tehát akkor itt a Resident Evil-be ugye sárgával jelölik a dolgokat, itt meg fehérre most. Oké, okay, ez intenzívebb, mint eredetileg. És én nem tudom, hogy mit kell majd még csinálni, de egyben 100%-ig biztos vagyok, hogy nem tudom, hogy kell harcolni, úgyhogy most mentek egyet, mielőtt bármi gond lesz, jó? Jó. Na most, hogy akkor szépen el is vagyunk mentve, akkor nézzük meg, hogy miből élünk. Nézzük, nézzük, nézzük. Oké, okay. Eddig szimpatikus határozott jelleggel. És tényleg az lesz mondjak, mint a Last of Us-ban, hogy millió egy fiókot kinyitok, és semmi nem lesz itt benne. Ó, üvegecske. Kiváló. Oké. Zoom, tökéletes, jó. Rendben van, akkor most már tudom, oké. Tehát háromszöggel gyógyítunk. Most már akkor tudom, hogy hogy kell gyógyítani. Ez annyira nem szimpi. Rohadtul tök sötét van. Ott bent hallok valami rádiót, szóval nem akarok most oda menni. Nem tudok más csinálni, mint oda menni? Nem. Nem. Jó. Akkor első találkozás, vagy... Nem látok át semmit a világon, akkor menjünk be. Van valami rádió. Jó, vegyük föl. Ezt első kapcsolom, mert van egy sejtésem. Igen. Ott is van. Ott van a kis tetvedék, ott van. Na gyere barátom, gyere. Gyere. Megtépem a szádat, csak tudnám, hogy hogyan, jó? Tehát tutoriált még nem láttam ebből, úgyhogy fingom nincs.
Oké, és nézzük akkor mit tudunk. Nem vagyok beljebb! Ja! Oké. Lehet, hogy én spilázom túl egyébként, de ez így egészen hatékony. Most azaz, dögöljél meg! Ez inkább lincselés volt, mint bunyó. Azt a kurva élet. Ez most nagyon kapott. Fú. Ez most nagyon kapott a szájára. Azt a rohadt élet. Lehet, hogy túlzásba estem egyébként ezekkel a kitérésekkel, és nem volt ennyi mindenre szükség, de nem baj. Inkább többet érünk mindent. Annyi a szemét az utolsó pillanatban dobta be egyébként, hogy most akkor egyébként ezzel ütsz, ezzel meg kitérsz. Tehát... Fú. Ezek most többet bírnak. Ezek most többet bírnak, hogy szakadnának össze. Ez nem annyira jó hír. Nem? Sehol semmi? Nem? Jóba, Nuku. Fú, bakker. Jó? Az micsoda? Persze, szurkáljuk magunkat tűvel, mert miért ne? Oké, igen. Tudom, telibe eltakarom egyébként a leírásokat, de hát most vagy ezt, vagy azt, szóval jobb ötletem nincsen. Zárva van, oké, tehát akkor ha röviden nyomom, akkor egy kis gyógyító. Ha hosszan nyomom, akkor pedig a nagy gyógyító. Ne csesszem el, jó? Tehát nehogy az legyen. Oké. Értek én a szép szóból. Oké, és kiváló. Ez egy kicsit más, ugye? De nem baj. Most akkor elvileg, ha igaz, akkor megkerültem a dolgokat, és totálisan máshol vagyok. Ja, lezárt utcákat kikerültem, kicsit más a dolog, nem baj, akkor megnézek egy... Ott mutatott egy mentési pontot odabent, igen, jelenleg jó vagyok. Most ez még annyira nem volt vészes egyébként, ez a arc. Ezeket ki tudom csapkodni? Oh, ki tudom csapkodni? Úgy látom, hogy van is bent cucc már rögtön. Nézzük csak, oké. Okay. Csak mondom, hogyha... Igen, ez az. Tehát, hogyha azt mondta, hogy ugye üveget ki tudom törni, akkor gondolom, akkor igen. Igen, stimmel. Szét fogok verni minden üveget ebben a rohadt városban, jó? Tehát mindent is. Mondom én! Lehet vandálkodni. Azt a rohadt élet. Ez nagyon jó. Be lehet menni? Nem lehet bemenni, francba. Ó. Na ez micsoda. Olvassunk. Mondja, hogy fuss el, fuss el, fuss el, fuss el, fuss el, fuss el, fuss el. És közben pedig, nézzük csak. Mondja, ha ezt olvasod, menj el. Ez a hely nem az, aminek látszik. Néha csak a hátad mögé kell nézni. Köszönöm szépen, ok. Martin Street Note, összeszed. Hol volt a szemétláda? Hallottam. Ez most meglepett. Most ez mi volt? Fucking fuck. Semmi. És hogy kicsopom az üveget? Azt hittem, hogy minden... Jól van. Majdnem azt hittem, hogy nem lehet minden üveget kicsapni. Aki azokat nem tud. Jól van akkor. Jól van akkor, gyerünk tovább. Majd teszedem a checkpoint rendszert is, tehát nem szeretnék állandó jellegen mentegetni folyamatosan. Akkor most arra fele megyek. Mi az anyád ez a hang már?
Nem jövök rá. Nem jövök rá, hogy mi ez a hang. Most ez egy olyan rohadék, vagy nem? Jó, menjünk el balra először, mert ugye arra fele volt lezárva. Nem, szóval itt nem tudtam összeszedni semmit. Pucsi! Mondjuk itt már nem tudom, mit török össze, Csúrin, de mindegy. Oké, tehát hogyha csak közel állok, akkor sikerül összetörögetni bármit az égvilágon. Az biztos, hogy nyugodt szívvel merek balhéba bocsátkozni egyébként, hogyha ilyen kitérésütés van. Te vasz! Ú, ez nagyon lincselős! Nem mész te! Sehol te! Pénisz! Oké, lemerült. És ide be tudok menni? Persze, nyitva van, tök jó. Királyság, oké. Mondjuk a zseblámpa az jól jön, de hát szart se látok. Ki tudom fosztani a pénztárgépet. Mi? Most ezt nem értem, hogy move. Mit move-olok? Vagy nem értem. Ja, hogy meg kell nyomni az entert, nem? Akkor elfordítjuk, és... Tána. Ja, azaz, kiváló, oké, na. Mi az anyád van? Gyere te pöcs! Csabd már le! Na végre! Lincs! Oké, ez tök jó, hogyha pont távolságon kívül van, akkor lecsapja, hogyha pont távolságon belül van, akkor tapossa. És még lehet nyomni belőle! Kiváló! Mennyi vér jön ki egy ilyen izéből? Oké. Amíg benne vagyok a lendületben, addig lehet csapkodni, utána már nem. Na most a kérdés az, hogy a térképen jelez-e bármit, az így... Tök jó! Tök jó! Szóval a térképen jelzi, hogy mi az, amit megnéztem meg, mi az, amit nem néztem meg. Arra fele jöttem ki, vagy nem? Nem, másik ajtó volt. És akkor elvileg itt ezen az úton hova, ugye? Most várjunk, most akkor én most akkor... Totál a másik oldalra jöttem ki, nem ezt akartam, bocsi. Na mindegy. Majd errefele is jövünk, de nem baj. Nem. Hol jöttem én be? Hol az Istenbe jöttem én be? Most ezt nem értem. Volt még egy kijárat valahol, vagy nem tudom. Azt ki tudom nyitni, nem? Na most akkor azért nem értem a dolgot, mert hogy én hol az Isten nyilába jöttem be egyébként, hogyha... Nem itt. Vagy menet közben megváltozott. Hát te meg, szavasz? Ja, jó helyen vagyok, oké, kiváló, rendben van, de akkor hol a francba jutott? Ja, tudom, oké, bocsánat, kicsikét összezavart a dolog, nem baj. Nem baj, jó, tehát akkor lejöttem a... Hát akkor lejöttem a Martin Street-en igazából, és akkor elfordultam erre. Ha igaz, és akkor most pedig el fogok tudni menni egy ilyen kis sikátorba, miután kicsaptam egy ablakot. Semmi! Francba! Nem hiszem el, ez zárva? Gedeon bácsi a nők állványa. Minden asszony keresi a hegyét. Ez így megnyugtató, mi van ott? Nem az utcán van, szóval kizárásos alapon odabent. Jaj, csak valami faszom bogár, jó van. Oké, jó van. Mindig elfelejtem, hogy vannak itt ilyenek. Csak hallottam a hangját egy. Ja, én is mindig így szoktam egyébként kimosni a... Gyere, te... Azt hitte, hogy odébb tud menni. Nem.
Nem. Nem. Nem. Jó. Szegénynek esélyt nem adtam. Semmi köze nem volt hozzá, hogy bármi történjen. Nem. Ezt akkor már megcsináltam, vagy... Nem is jelzi, akkor itt semmi feladatom. Oké, ez pozitív egyébként, hogy... Ja, merre nézett James? Ja, csak arra fele, oké, ott mondjuk semmit nem tudtam csinálni, mindegy. Remélem ide vonzott dögöket, és legalább nem nekem kell keresnem őket. Jó, menjünk tovább. Na gyere, te pöcs! Azaz! Hoppá, beleszaladtam a savba, bassza meg! Nem baj! Nem baj, nem vészes! Nem vészes! Jó, okés, kiváló! Ezek még mindig úgy néznek, mintha saját bőrükbe lennének csomagolva, csak már nem olyan jó a seggük. Okés, zárva, jó, tehát kezdek ráérezni igazából. Ezt nem tudom kitörni, mondom én. A rácsosokon nem tudok bemenni, ahol azt írja, hogy zárva van, ott nem tudok bemenni. Nem, nézzük akkor hol vagyunk, oké. Eljöttünk a végére az utcának, ott le van zárva, ami azt jelenti, hogy akár jobbra is fordulhatunk egyéb dolgokat nézni. Ott klaffog egy tetű, hadd szedem le. Bazd meg! A francba! Nem má! Meghányta vetette. Jó, kiváló, okés. Ezt most benéztem, oké, több kitérés, kevesebb nézelődés. Jó, rendben van. Igazából errefelé is eljövök, mert miért ne jönnék el. Hó, ketten is vannak, ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Nem. Egyszerre csak egyet, jó? Nincs egy ablak valahol, ahol be tudok menni? Ezen? Étterembe? Hol tiédve? Gyerünk! Nem tudok bemenni, basszus, meg ott vannak a szilánkok. Kurva élet, miért nem? Hogyha egy van belőle, az még jó. Okés, okés. Na, kezdek ráérezni. Akkor egy haverja is elvileg ott lesz valahol. Viszont elvileg akkor itt be tudok menni az étterembe, vagy nem? Vagy rosszul érzem? Nem tudok bemenni. Ablakán, valamelyiken? Nem, ez a baj, hogy ami szilánkosan törik, oda nem tudok bemenni, szóval ez így annyira... nicht fasza. Arra felese voltam. Lehet felfedezni a városban rendesen, bakker, de nagyon rendesen. Nem semmi. Nem semmi. Haverja is valahol itt volt, szóval akkor megbeszélem vele is élete döntéseit. Hol vagy te, rohadék? Azaz! Megvagy! Belenéztél! Ne fuss el! Azaz! Nagyon lincselős banyek, nagyon durván. Oké, kiváló. Jó. Semmi. Jó. Ja, az a helyzet, hogy biztos vagyok benne egyébként, hogy valakinek egy különösebb kihívást fog ez. Azaz. Oké, akkor több ablak lett. Mi ez? Pingvin. Ja, hogy ez lőszer, kiváló. Oké, handgunem. Kettő darab. Nagyon sokra megyek vele, banyek. Ez mi? Szilánkos, akkor itt se tudunk bemenni, jó. Igazából szerintem eddig, hogyha elmegyek itt a jobb oldalon, aztán úgyis visszafele majd a másik oldalon tudok jönni. Hű, azért van itt felfedezni való a városban, bakker. Ez itt...
Oké. Fú! Utálom a bogarakat, banyek! Legszemetebb kis szarzsákok egyébként most. Totál úgy emlékeztem, hogy nem sebeznek. Aztán ugye most nem olyan régen belenéztem egyébként a Silent Hill 2 Origibe, és rájöttem, hogy de! Most ahogy meghallom a fülesbe ezeket mászkáló lábaikat, és szakadnának meg basszus már rögtön. Reflexből tényleg így az idegeimen sétálgatnak. 2 headring, 1 syringe. Semmi. Nem mondom egyébként, hogy túlságosan combos. Nézzük, csak ott be tudok menni, nem? Closed, szóval nem. Ja! Elég intuitív egyébként, tehát azért jelzi a játék, hogy rács vagy, vagy zárva, vagy bármi az égvilágon. Mondja, hogy az ajtó, ami a kötétségben ébred, rémálmokra nyílik. Igen. És nem is tudok elvileg ott a rémálmokra nyíló ajtóban bemenni. Vaj. Legalább egy kicsit autózok. Nem. 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 Fuck. Jó, akkor elvileg itt a másik oldalon eljövök, hát ha itt még... Valaki vagy valami van itt? Hol vagyok? Groovy music, oké, tehát akkor itt valami ilyen... Tincitáncitán zenekar van bent, vagy? Az egy tisztító... Szóval akkor itt vannak bent? Menjünk be! Ó, bazd meg! Úgyhogy majd kettő is van, francba! Csap már le! Mondom én, hova ment a másik? Most kiment? Menjünk utána, ne akkor jöjjön be, amikor szeretnék valamit csinálni. Hol vagy te pöcs? Hova az anyádba mentél, te muszáj Jack is rohadék? Elhúzott pak. Na mindegy, legalább akkor most ezzel is beljebb vagyunk, akkor nézzük mink van. Igen, azt mondja, hogy a karmantató bejött valamelyik nap, részegen és könnyek között. Egy fél lemez volt nála, és azt üvöltözte, hogy valahogy javítsuk meg. Hajlandó lettem volna megcsinálni, csak hogy elkussoljon, de... És fölkeltem, hogy elmenjek a ragasztóért, amikor rájött, hogy csak az egyik fele van nála, szóval elfutott. Nem tudok sok mindent csinálni a lemezzel. Talán megkérdezem a Nihilisben legközelebb, hogyha ott járok. Valószínű az egyik ottani. One of those. Oké, szóval akkor most már tudjuk, hogy... Nihilis bárba amúgy is be kell menni ugye az eredetiben is, szóval gondoltam, hogy ott lesz az ember. Alapvetően a helyszínek azok túl sokat nem változtak, viszont lemezbolt az nem volt benne, jó? Tehát az eredetiben nem volt lemezbolt egyáltalán. Lámpám meg még nincs egy deka sem, szóval... Ja. Olvassuk el. Nézzem be a zenével, találd meg életed melódiáját, és dob... Pick up your heels, az biztos, hogy nem azt jelenti, hogy dob föl a talpad, szóval... Ja. Na mindegy. De bent, mielőtt még kimennék, ez ugyanaz, csak másik oldalról, jó? Itt be tudok menni, vagy ablak? Ablak. Jó, nem baj. Remélem, hogy az ablak az működik. És működik, kiváló! Tényleg, ezt már kezdek ráérezni. Szilánkosan törik, akkor nem. Jó, oké, tehát szilánkosan törik. Nem tudok átmenni, hogyha nem szilánkosan törik, akkor át. Nézzük, mi van itt. Hangfalak. Big fucking hangfalz. Az anyád, úristen, itt bazd meg! Tudtam, hogy visszajön a szemétláda. Tudtam, hogy vissza fog jönni. Elbújt valahol a demezboltban a tetvedék. Hogy szakadna meg? Ó! Oh. Ott van akkor a fél lemez meg a ragasztó. Ezért jó a Silent Hill. Igen, oké, nem érdekel. Ezért jó a Silent Hill, mert ugye amiről mesélnek, azt meg fogjuk találni. Meg úgy általában egyébként a túlélő horrorok. The Long Way. Kiváló, köszönöm. Jó. Erre hátra. Ott mi van? Olvassuk el, hogy a zene vissza tud hozni azokhoz a csodálatos pillanatokhoz, amiket azt hiszed, hogy elvesztettél. Ez így van? Ez egy tökéletesen jó idézet. Abszolút a teljes mértékben így van.
Nézzük csak. Oké, itt már nincs is dolgunk, akkor tök jó, hogy kipipálja nekünk a játék. Szó szerint kipipálja a játék azt, hogyha már nincsen dolgunk. Akkor most már errefele. Ott végigjöttünk, akkor ott van egy ilyen lucky valami, meg a base. De be tudok menni vajon? Szilánkos ajtó. Nem. Ha meg el is zárja a ponyba, szóval akkor ez így annyira nem fasza. Hivatbót? Nem. Tehát akkor ami ilyen telibe ablak vagy valami van ott, akkor nem tudok bemenni. Oké, ezen ne is próbálkozzak egyáltalán. Itt se. Itt se. Itt se. Itt se. Nem. Nem. Utca közepét nem is néztem egyébként, nem mint hogyha arra számítanék, hogy túl sok minden lenne ott. Gyerünk. Amikor felfedezés van Silent Hillben, én nem pont erre gondoltam egyébként, hogy autó ablakokat fogok törni, meg éttermek ablakain fogok bemászni, de tetszik, de tetszik, tetszik. Nem gondoltam, hogy ennyi időt fogok el tökölni egyébként a városban. American Café... Ez névvel lett ellátva, szóval talán be tudok menni? És be tudok menni. Király. Tehát elvileg, ami nevesített, az úgy tűnik, hogy oda tudok bemenni, és máshova nem. Szóval ez itt teljesen fasza. Az mi? Nézzük. Mondja, hogy az a fickó megint itt volt. Mondom, hogy figyelmeztetük már, hogy ne jöjjön ide. Úgy viselkedett, mint aki nem tudja, hogy miről beszélek. Na mindegy. Felálltam és elmentem. Nem, bocsánat, felállt és elment. Nem balhézott egyáltalán, de van valami benne, amitől kiráz a hideg. Az arcára nézek, olyan, mintha egy maszkot néznék, és van valami alatta, ami várja, hogy kitörhessen. Nem akarok ott lenni, amikor ez megtörténik. Oké. Okay. Semmi, jó. Szóval van egy furcsa fickónk, akiről ugye beszélnek. Gondolom, hogy ugyanaz, aki a virágokat is vette, és fura volt, és most ugye volt... Nábor is fura volt. És ott van az a rohadék, és fura. Gyere, te pöcs, hátulról, hátulról, hátulról! Mit akarsz te? Simán beviszek neki kettőt amúgy. Azaz, azaz, azaz. Na végre, jó. Ideje volt abba hagyni a sistergést, öreg, jó? Egészen jól megy a harc egyébként, azt kell mondjam, meglepődtem, nem gondoltam volna. Ja. Itt nem tudok kimenni. Másik oldal az elvileg az utcafrontra vezet, mi van még itt? Lehet, hogy tök fölöslegesen jöttem be egyébként, és abszolút nem volt szükség ide jönni. Az összezavart, mert egy kör volt ott mindig. Lent, ami átkúszós dolog, egyéb nincs. Igen, te? Hol vagyok? Nem, ezt még nem pipálta ki, úgyhogy vagy nincs itt se... nincs, vagy nincs itt semmi érdekes, vagy pedig mindent megnéztem, amit kellett. Nézzünk csak rá, zoomoljunk oda. Big Jays. González éttermet azt pedig megfogta, és ugye kixelte nekem, hogy ott már nincsen semmi, szóval gondolom itt még van. Csak egy tip. Valami, amit át tudok törni esetleg. Valami, ahol át tudok menni esetleg. Nem. Nem nyert. Valahol valami esetleg, amit elhagytam. Nem vettem észre, nem nyitottam ki, nem pakoltam ki hűtőket, fiókokat, bármit. Nem, nem nyert. Nem nyert. Valami esetleg a másik asztal sornál, amit nem vettem észre. Ott azt kipakoltam, megnéztem. Semmi. És semmi. Azt hittem, hogy az fölvehető, mert nagyon-nagyon úgy tűnt, mint hogyha fókuszálni lehetne rá. De nem, nagyon úgy tűnik, hogy itt nincsen semmi az égvilágon egyébként, amivel foglalkoznom kellene, úgyhogy nem is értem a dolgot. Mindegy, ez van valószínű, hogy egy fölösleges helyszín egyébként, és akkor ott szembe. De ide meg be se tudok menni, akkor az odébb lévő American Café. Nem? Nem az? Café Mist. Kávézóba be tudok menni? Vajon?
Nem tudok, mert semmiféle hely nincsen ott, ahol be tudok menni. Se ablak, se ajtó. Semmi az égvilágon. Ott meg már volt ez a... Voltam már? Nem voltam itt, mert nem tudtam bemenni. Akkor ki tudom csapni még jobban az üveget, hogy bemegy. És be tudok menni! Be tudok menni a szárítóba, banyek. Jó, hogy itt már voltam. Persze, hogy be tudok menni. Jó. Akkor arra voltam. Jó, ne nagyon pöcsöljünk, akkor most már menjünk tovább. Jó, mielőtt még tovább megyek, gyorsan visszamegyek ide. Visszamegyek ide. Egy apróság. Azért felfedezni való van bőven benne egyébként. Nem is tudom, hogy mindent sikerült-e nekem felfedeznem. Szóval ez így egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy tényleg ennyit kell mászkálni, vele pöcsölni, és itt be tudok menni. Határozottan úgy tűnik. Pedig nem emlékszem, hogy jeleztem volna. Jókokban valami? Nem nyert. Jó, valami még rám fog törni. Vagy nem, de az biztos. Na nézzük, akkor olvassunk. Igen, azt mondja, hogy megint láttam őt, vagy legalábbis azt hiszem. Azt mondja, hogy nem. De már nem is tudom. Fáradt vagyok. Nem tudom megtalálni, nem számít. Az a kaparó hang már megint. Nem tudom, hogy kodrászatban milyen kaparó hang az, ami zavar bárkit, de... Itt van valami még, amit nem néztem? Nem. Jó. Szóval akkor... Meggyorsítottam az utamat. Jó? Meggyorsítottam az utamat. Arrafele? Arrafele, igen. Ja nem, arrafele voltam, akkor viszont. Azt az utcát végignéztem. Lucky Jade Restaurant. Ott az étteremben még nem voltam, ha igaz. De voltam. De azt a féreg! Nem, buktad. Bazd meg! Azaz. Oké, ráéreztünk rendesen. James az elég balfasz szegényként. Pont mellé rugálandon, na mindegy. Jó, és akkor arra fele. Ja, ott végignéztem, akkor majd a... Végigmegyek a Cat Street-en, jó? Tehát arra fele majd hamarosan végig. Igen, ott végignéztem. Lucky, ezt megnéztem, Grand Market. Ott még nem voltam, oda még benézek. Aztán szerintem kezdésnek nagyjából az egy óra az egy tökéletes, én úgy gondolom. Jó, tehát eddig sokan vártuk már, hogy ez az egész ez kijöjjön, szóval úgy éreztem, hogy arra nem tudok menni, na mindegy. Akkor ez a Cat Street, erre majd tovább fogok menni. Jó. Na. Az a helyzet, hogy én akkor most fogom megköszönni nektek, hogy itt voltatok, és nagyon remélem, hogy tetszett az egész, és remélem, hogy a holnapi nap folyamán is ide fogtok kattintani, és remélem, hogy élvezni fogjátok. Én eddig baromira élvezem. Hallottam egyébként, hogy több tartalom van benne, szóval várhatóan nem egy ilyen 4-5 óra lesz a végigjátszás, vagy mondjuk 7-8, mint elsőre, hanem várhatóan egy ilyen 10 valamennyi, majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. Jó, ahhoz képest úgy érzem, hogy egészen jól haladok. És szerintem ez az első nagyjából egy óra, ez tökéletesen jól sikerült, szóval röviden és tömören. Köszönöm, hogy itt voltatok, dobjatok egy lájkot, vagy kettőt, hogyha éppen tetszett, és mindenképpen kommenteljetek, azt nagyon-nagyon szeretem. Aki pedig eddig nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornára, hogy lássa a következő alkalommal, amikor jönnek a Silent Hill 2 videók, jó? Jó, szóval röviden és tömören, kellemes szép napot mindenkinek, sziasztok!